Köszöntöm nézőinket! Országszerte ünnepségekkel és egyházi rendezvényekkel emlékeztek augusztus 20-án államalapító Szent István királyra. Várpalotán a központi ünnepség a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban zajlott, ahol Csővári Zsófia Réka mondott beszédet. Az önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a Szent Korona óvó szárnyai alatt a rázuduló veszedelmek, háborúk, történelmi korszakváltások, gazdasági világválságok közepette is megőrizte a hitét, a tenni akarását és a lelki erejét. Ünnepi szentmise keretében áldotta meg augusztus 20-án délelőtt az új kenyeret Fódi Ákos plébános a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban. Az atya szentbeszédében államalapító Szent István király érdemeit méltatta. Úgy fogalmazott, Szent István egy létbeli szilárdságot adott egy országnak, s azon belül egy népnek. Hangsúlyozta, az embernek nincs végső kapaszkodója ebben a világ mindenségben a Teremtő Istenen kívül. El kell tehát gondolkodnunk Szent István királyunk művén, amelyet a későbbi századokban az emberiség lerombolt. Vagyis, mint ahogy azt Szent Máté evangéliumából tudjuk, az ostoba emberhez hasonlóan a szikla, vagyis Krisztus helyett homokra építette a házát. Az emberit választotta az isteni helyett. Mi is ez az alkotás, a Szent Istváni alkotás? Az, hogy Szent István nem választotta szét a természetet a természet fölötti. Nem választotta szét, mint a modern ember. A természet fölötti hit világosságában gondolkodva élt, a természet fölötti hit világosságában, az világosságon keresztül szemlélte a teremtett világot, az embert is, és benne a saját magyarságát és a társadalmat. Ha az ember elszakad Istentől, akkor nem hozhat létre. A plébános atya hangsúlyozta, Szent István király tudta, hogy Krisztushoz, mint pásztor királyhoz kell vezetni a népét, s ha komolyan vesszük őt, azt jelenti, hogy megvan a szándék arra, hogy nemzedékről nemzedékre helyreállítsuk a természetes erkölcsi törvényt, vagyis Krisztus uralmát. Ezt pedig, mint ahogy az Szent István királyunk idejében is történt, csak egy Krisztus sziklájára építő, kreatív, szerves kisebbség tudja megvalósítani, tette hozzá Fódi Ákos. Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja. Erről már Csővári Zsófia Réka beszélt ünnepi köszöntőjében. Az önkormányzati képviselő elmondta, az életet jelentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon, ki az állam és a nemzet dolgairól, ki pedig a természet évről évre történő megújulásában múltat, s jövőt összekötő életről elmélkedik a mai ünnepen. Az ünnep napja később, 45 évvel István halála után, pápai hozzájárulással, István király szentté avatásának napjához kapcsolódva, került augusztus 20-ára. Történelmünk során egyházi és nemzeti jellegének erejével változva, de mindig összekapaszkodva, mindvégig jelen volt, de teljes, eredeti méltóságában, hivatalos nemzeti és állami ünnepként a rendszerváltáskori országgyűlés 1991-es döntése értelmében ünnepelhetjük a napot. A Kárpát-medence több ezer éve lakott vidék, éltek itt különböző népek és törzsek, melyek nyomtalanul eltűntek, folytatta az önkormányzati képviselő.
Csővári Zsófia Réka elmondta, az Árpád fejedelem által kiválasztott területen csak a magyarság maradt fenn, tudott immár 1000 éve fennálló államot alapítani, és a ránk törő veszedelmeket és nagy erős birodalmak hódítását túlélni. Ezt köszönhetjük Szent István királyunknak, mert István király a hit sziklájára építette hazáját, tette hozzá. Szent István saját, személyes példával tanított, meggyőződéses hitre. A történetíró krónikái szerint harcolt, ha arra szükség volt, de béke szerető ember volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, de heves, vándorló népét letelepedésre késztette, a béke világába vezette, és az Isten hittel keresztény nemzetté tette. Cselekedetei felelősségét magunk viselte. A magyar nép történelmében az államalapítás a legfontosabb események és sorsfordító egy időszakok egyike volt. Ugyanakkor ez a fennmaradásunk a garantáló lépés egyben nagy megrázkodtatást is jelentett az akkori kor magyarjai számára. Fel kellett adniuk szokásaikat, eredeti vallásukat és életmódjukat. Át kellett vennünk egy új szokásrendszer, egy új nyelvet, Európa közös nyelvét a latin, legalábbis a törvényekben, és új vallást, a kereszténységet. Csővári Zsófia Réka emlékeztetett, Szent István a hite alapjaira építve teremtett stabil viszonyokat. Az önkormányzati képviselő aláhúzta, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a Szent Korona óvó szárnyai alatt a rázuduló veszedelmek, háborúk, történelmi korszakváltások, gazdasági világválságok közepette is megőrizte a hitét, a tenni akarását és a lelki erejét. Keresztény magyar államot alapította meg. Büszkének kell lennünk a több mint 1000 éves államra, a nemzeti egységre, mely annak dacára töretlen, hogy határok szabdalják. Gondolnunk kell határon túli testvéreinkre is, a diaszpórában élő magyarokra, Kárpátaljától Erdélyig, Felvidéktől Délvidékig, azokra, aki ma is egyet velünk, és a napon tízbe öltöztetik a színüket. Csővári Zsófia Réka emlékeztetett, nem szabad elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de megmaradni képes országgá, nemzetté. Az önkormányzati képviselő elmondta, augusztus 20-a a nemzet megmaradás európaiságunk létjogosultságának ünnepe is. Ennek a megmaradásnak az egyik jelképe az életet adó új kenyér is, amely a bennünket sújtó rettenetes aszály következtében a korábbinál most még nagyobb és becsesebb kincsünké vált. Zárta beszédét Csővári Zsófia Réka. A köszöntő beszéd után új kenyérrel, szőlővel és borral kínálták az ünnepség résztvevőit a Nagy Boldogasszony templom bejáratánál. A készeléti lakótelepen található Szent Család kápolnában is tartottak megemlékezést az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, ahol Petnázi Beatrix önkormányzati képviselő mondott köszöntő beszédet. Augusztus 20-a Szent István király napja, azé a királyé, aki államot alkotott és ezáltal biztosította nemzete megmaradását. A magyarság egyik legrégebbi ünnepét Petnházi Beatrix önkormányzati képviselő köszöntötte. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk.
s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint villámot éjjel a gyermek. Petőfi Sándor szavaival köszöntöm Önöket, tisztelt ünneplő közösség! Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnepnap. Szent István király napja, a keresztény magyar állam alapítás emléknapja. De pontosan mire is emlékezünk ezen a napon? István királyi a koronázásának napjára? Nem, mert az az 1001. év fordulóján történt. Talán a halála napjára? Nem, mert az augusztus 15-ére esett. Azonban a halála után 45 évvel, első László uralkodása idején, 1083-ban, pontosan ezen a napon, augusztus 20-án avatták szentté első István királyt. A koporsójában éppen maradt, természetes úton mumifikálódott jobb kezét, a szent jobbot ma Budapesten a Szent István bazilikában őrzik. István, aki a korábbi fejedelemségekből megteremtette Magyarországot, királyá koronázását követően a keresztény magyar királyság első uralkodója lett. Létrehozta a keresztény magyar államot, amely biztosította a magyarok túlélését a Kárpát-medencében, szemben a hunokkal, avarokkal és más népekkel, amelyek korábban ugyanitt telepedtek le. Petnázi Beatrix kiemelte, Szent Istvánt nem a hadjáratai, nem a csatákban aratott győzelmei tették naggyá, hanem az alkotó tevékenysége, a közigazgatást szervező munkája, teremtő gondolkodása. Szent István célja nem az volt, hogy leigázzon másokat, sokkal inkább biztonságot és békét akart. Nem csak fegyverrel tett rendet az országban, hanem törvényeket alkotott, amelyek egy része a keresztény hit megerősítését és elterjesztését is elősegítette. Az önkormányzati képviselő aláhúzta, történelmünk a mi kincses ládánk, melyben ugyanúgy benne van Krasznahorka híres vára, a Nándorfehérvári diadal, vagy éppen a vereckei hágó, legértékesebb darabja pedig hazánk. Az ókori Pannonia neve a latin pán, vagyis kenyér szóból ered, és az itteni gabona bőségre utal. Nem véletlen hát, hogy ezen a napon Szent István ünnepén kenyeret szentelünk. Ilyenkor, Szent István ünnepén, jusson eszünkbe, hogy egy Isten áldotta hazában élhetünk, amely a gabonatábláival, gyümölcsöseivel, gazdagságával mindig elvartotta az itt élő embereket. Természetesnek vesszük mindezt. Pedig törékeny kincs ez a gazdagság. A szélsőséges időjárási viszonyok, a szinte sivatagosan aszályos és forró nyár itt a Kárpát-medencében negyedével kevesebb gabonatermést hozott az idén. A háború a szomszédban, zűrzavar Európában és a világban rávilágít arra, hogy ez a kincs veszélyben lehet. Vigyázzunk rá! Szeressük és becsüljük meg hazánkat. A megemlékezésen Kutenicsné Izer Viktória és Molnárné Csizmadia Jolán adtak ünnepi műsort. Az ünnepség zárásaként Petneházi Beatrix megszegte a nemzeti színű szalaggal díszített új kenyeret.